Na csácsúmi csörtész a csokoládé és traktorkerék. Szavaztok gyerekek, Hyper érkezik egy Farming Simulator 25 kritikával. Hát tegnap volt egy ilyen livestream a Farming Simulator hivatalos YouTube csatornáján. Kettő darab csávó itt smúzolt egymásnak, meg jópofisztak. Én annyit tettem nektek a jó ügy érdekében, hogy kivágtam a beszélgetésüket. Egyébként egy Kermit Bowl nevezetű Community Coordinator, meg igazából úgy látom, hogy a marketing és PR-nak a feje beszélgettek. Hát valószínűleg, hogy egy elég eltervezett dumán beszélgetés volt. Egy ilyen, konkrétan egy ilyen felszopás történt így egymásnak a, hát így, meg a játéknak a az istenítése, bár voltak benne olyan nagyon klasszikus és hihetetlen vicces mozzanatok, amikor így vágtam a videót, akkor volt egy olyan, hogy amikor majd megmutatom, hát azt meg kell mutatnom, az nagyon jó volt, de tényleg egy ilyen kicsit ilyen parodisztikus volt az egész, ilyen, nem tudom, szürreális volt, hogy miket mondtak. Egy-kettő dolog így meg is maradt a fejembe. Egyébként nagyon, nagyon érdekes, érdemes megnézni a komment szekciót, hogy mennyire nem elégedettek az emberek, és meglátni, hogy melyik kommentek vannak felszavazva, ugye mik lettek a top kommentek, és hát nem azok a top kommentek, gyerekek, amikor azt mondják, hogy hát igen, ezt vártuk, körülünk neki. De elemezzük ki itt a videót, hoztam nektek, srácok, belevágunk a lecsóba, aztán itt már ki vannak vágva a kettő jó embernek a smúzolása. Gyors kicsaptam belőle, és akkor nézzük meg, hogy mi a szituáció. Hát egyébként egy dolgot meg kell hagyni a játékkal kapcsolatban, hogy ez a köd effekt, ez baromi jól néz ki. Tényleg ez nagyon jól néz ki a köddel, a fényekkel, az árnyékokkal, csináltak jó dolgokat, sőt, kifejezetten jó dolgokat és jobbakat, mint amit vártam volna. Így látni, hogy az engine az kb. Úgy tök ugyanaz, mármint a textúrák, a modellek azok hasonlók, talán néhány darab fával, mint hogyha több lenne. Mármint olyan fák is megjelentek, amik nem voltak. Bár igazából ez a plusz 5 modell szerintem azért nem vesz meg senkit. Ez mint hogyha egyébként itt baloldalt ez a fa, az ilyen jellegű az, mint hogyha eddig nem lett volna. De tényleg nehogy már ezzel vegyenek meg minket, 5 darab modell, érted, volt 3 évük megcsinálni. Viszont a köd, meg a fényeffektek, ezek rohadt jól néznek ki. Most már egy kicsit ilyen, leginkább most a Seven Days to Die-ra hasonlítanám, amikor így a éjszaka a hold világít, és azon kívül tényleg csak azok a fények látszanak, amik valójában fényforrásból érkeznek. Szóval nem az van, hogy az éjszaka az olyan, hogy minthogyha csak levetted volna a fényerőt és nappal, hanem így egy kicsit dinamikusabbak a fények. Azt meg kell hagyni, ezek tök jól néznek ki, nézzétek meg, itt megvilágítja például az épületet, máshol sötét van. Ez nem tudom, mennyire lesz markáns, tehát itt tényleg sötét lesz azokon a részeken, ahol ugye éppen nincs világítás, erre nagyon kíváncsi vagyok. Ezek jól néznek ki. Amit meg kell dicsérni, azt meg fogom dicsérni, nem fogom folyamatos fikázásba lendülni, de lesznek itt nagyon izgalmas dolgok. Ja, itt ez is jól néz ki, nézzétek meg, hogy ott a lámpafények látszanak ezek a sorompó lámpák, bár ezt nem tudom hova tenni, mert pirosat mutat, meg még ráadásul nincs lent a sorompó, úgyhogy érdekes. Mindegy, ott a traktor távolodik, látni, hogy ilyen köd van egyébként. Leginkább szerintem ez a játék így, ebbe a formába, egy ilyen belső nézetbe, egy ilyen konstans belső nézetbe tolod, akkor érdekes. Azért ez a köd effekt, ez nem biztos, hogy annyira jól néz ki, hogyha ilyen full külsőben vagy. Itt is egész jól néz ki. Ugye a talaj környékén van leginkább ez a köd, ahogy a valóságban is, tehát nem úgy van, hogy bekapcsolva, kikapcsolod, és akkor mindenhol van. Például Seven Days to Die tudom hasonlítani, mert azzal most játszunk, ott kb. Az van, hogy így mindenhol van, érdekes még az épületeken belül is. Itt azért tök jó meg van csinálva, hogy valamilyen eloszlása van. És ezt megdicsérem, meg kell hagyni, nagyon jól néz ki, ez nekem tetszik. Ugye ezek még nem konkrét gameplay videók, ezek inkább ilyen játékmotorral felvett ilyen cutscreenek. Szóval nem konkrét gameplay videók. Tököltek vele, hogy ugye ez így nézzen ki, és akkor csináltak ilyen videókat belőle. De lesz mindjárt konkrét gameplay is, de játékból való, tehát játék engine-nel készült videók ezek.
Jó, nem néz ki rosszul egyébként. Viszont olvastam olyan kommentet, érdemes elolvasni a kommenteket. Lerakom a forrást a leírásba, és el tudjátok nézni teljes egészében ezt a streamet, vagyis videót. Aztán akkor azért ott érdemes a kommenteket mindenképp nézzétek meg, hogyha akarjátok a kettő csávónak a felszopása, a egymás felszopása is nagyon izgalmasak a játékért, de természetes ez egy ilyen marketing esemény volt, amikor bemutatták legelőször a játékot így élőbe és élesbe. Nyilván nem rosszat fognak egymásnak mondani, ez így működik, ez nem kell csodálkozni. Viszont a víz is nekem tetszik, megmondom őszintén, a víz az tetszik. Kicsit az ilyen mocskosabb, nem? Mármint ilyen tök ilyen barnásabb színű, nem ilyen rózsaszín álom, ilyen Barbie, rózsaszín ködbe lévő Barbie világban kék víz, hanem ilyen tök jó, ilyen mocskos, ez nekem lejön. Egyébként ja, jól néznek ki ezek az effektek, ugye, ezek ahogy átszűrődik a fény, meg minden, ezek nem néznek ki rosszul, és meg tök jó, mert ugye azért ezzel lehet csodákat művelni, úgy is, hogy más téren annyira nem fejlődik az engine. Viszont ne feledjük el, és itt is még egy dicséretet ide kell fűznöm, nézzétek, tök jól néz ki a köd, ahogy ott az oszlop ugye el van vetve benne, hogy a Red Dead Redemption-ben is ezek a fény, árnyék és köd effektek dobják meg a hangulatot. Ott is ugye ezzel érnek el nagyon sok mindent, ezzel érnek el egy hangulatot, úgyhogy ez egy jó út, látták ugye, hogy ezzel lehet dolgozni. Az engine-en úgy nem nagyon tudnak már fejleszteni, hogy igazából abból sok mindent nem lehet kihozni, viszont ez nem rossz. Egyébként ez nem rossz. Nem tudom mennyire zavaró gameplay közben, de viszont ez nem rossz. Én ez... azt mondom, hogy ez jól néz ki, gyerekek, ez egy Red Deadből lőtt kép is lehetne majdnem, nem? Tök jó, jók ezek az effektek, ezek az atmoszférikus effektek. Viszont néhány helyen, amikor már így annyira nem a ködbe bújnak a dolgok, azért látni, hogy az... valahogy ezek a fák, ezek még mindig csak Farming Simulator 22-ből valók, mármint így a textúrák is, meg így a színek is, meg így maga ez az engine, tudjátok, ezt lehet szinte tapintható. Minden engine-nek megvannak a jellegzetességei, és ez nagyon olyan. Úgyhogy amikor kitisztul majd az idő, eltűnik a köd, akkor szerintem mégint egy ilyen Farming Simulator 22-be fogunk kücsörögni, egy ilyen rizstermelő moddal, úgyhogy legyen negatív kritika is. Addig, amíg így vágtam a videót, közben más videós magyar kollégáknak, idézőjeles kollégáknak a videóit hallgattam, mivel ugye nem néztem, mert vágtam a videót, viszont néhányan annyira, vagy kettőt hallgattam meg, nem akarok neveket mondani, mert nem nagyon örülök neki, ahogy hozzáállnak a dolgokhoz, kicsit olyan, mint hogy azért, mivel ugye Giants-es partnerségük van, úgy gondolnák, hogy őnekik is valamilyen szinten nem szabad kritikusan hozzáállni ehhez a játékhoz, de szerintem ez talán még a Giants is elvárná, hogy legyünk kritikusok a játékukkal, vagy nem tudom, vagy nem voltak azok, és néha olyan dolgokat így kiemeltek, amiket konkrétan ez a kettő csávó, aki ugye narrálta a streamet, pontosan azokat a szavakat használták, azokat a dolgokat mondták el, és a komment szekcióban ott rögnek például olyan dolgokat, amire mindjárt ki fogok térni. Itt is jól néz ki az a fény. A fények jól néznek ki. A fények, árnyékok, meg ez a köd jól néz ki, és ez tök jó, mert ápol és eltakar, ugye. Viszont nem néz ki rosszul. Meg az, hogyha ilyen éjszaka, az inkább éjszaka lesz, ezt én díjazom. Ez így ad a realizmusra. Főleg, hogy egy ilyen belső nézetben, meg egy ilyen beleélve szimulátorozol, nem úgy, hogy ilyen nagyon progresszív gameplayt csinálsz, hanem inkább így beleéled magad, és így elmélyülsz benne, akkor tök jó tud lenni ez a körítés. Úgyhogy ez frankó. Meg mindig nem értem, hogy miért piros a lámpa, és miért megy át a traktor egy háromszor, és miért van fent a sorompó, de ezt tényleg nem értem. Na, menjem már. És piros a lámp. Mi a baj? Vagy ez én valamit nem értek ebbe az egészbe? Jó, hát ezt megnéztük, hogy hatszor. Nem én vágtam be egyébként ennyiszer.
hanem ezt többször így látták. Na, van egy ilyen madártáblati képünk. Ez egy Farming Simulator 22, távolba köddel. Ez nem tudok rá több jót mondani. Most ezt, bocs, de nem tudok rá több jót. Nem. Erre már nem tudok jót mondani, az a baj. Ja, mennek a felhők, csodálatos. Nem rossz, nem néz ki rosszul, de nincs mögötte szerintem akkora újítás ilyen téren. Mármint így a textúrák, meg így a modellek, meg így maga, tényleg olyan, mintha fognák ezt a motort, meg ezt a játék, mint a Farming Simulator 22-t így megpecselnék egy ilyen köd, fény, modifikációval, így kapna egy ilyen grafikus modot. Ami igazából nem fog kitérni a textúrákra, meg ilyen dolgokra, hanem a fényekre, árnyékokra, ködre és a tükröződésekre. Mint hogyha egy ilyen grafikus patchet rádobrálnak a 22-re. És ez... jó. Persze. Nem rossz egyébként a 22-se, de fényévekkel jobb játékok vannak. Ez jó néz ki. Ez jó néz ki. Amikor vágtam, akkor is ezt megnéztem. Ez nem néz ki rosszul. Elmegy. Itt... annyira nem vagyok kibékülve, meg olyan nagyon mű az egész. Nézzetek meg ott az a fű ott a távolba, maguk a színek, minden ilyen, minden ez a világos zöld. Nem hiszem el, hogy pont így néz ki a valóság. Nem tűnik valóságosnak, olyan, mint egy ilyen terepasztalt néznék. Meg mindenhol, minden ugyanez a zöld. Hát bazzer, nem ugyanolyan színű zöld minden egyes fa, vagy igen? Hogy én vagyok hülye? Hogy a valóságban minden ugyanúgy néz ki, minden ugyanolyan zöld, ugyanolyan barnák a fáknak a törzsei, mint... Jó, egyébként vannak jó megvillanásai. Nézzük tovább! Menjünk! Ezt ki akarom emelni, amit nagyon sokat röhögtem. Jó, és nézzünk olyan gameplayt, ami tényleg gameplay, arra vagyok kíváncsi. Jaj, ez is ugye, oké, így megyünk. Tükröződik egy magyar srác, meg ugye a izébe is kiemelték, a streambe is, hogy milyen jól tükröződnek a motorháztetőn, vagy a géptetőn itt a fézeik, a fák, meg minden. Úristen! 15 éves szint, ne vicceljünk már, hogy ezt emeljük ki. És ezt kiemelték ebbe a streambe, hogy hajna jók a tükröződések. 15 éves szint, most komolyan gyerekek. Na, itt is sikerült is bevágnom őket. Legalábbis nem sikerült kivágnom őket rendesen. Ja, itt például többek között arról beszélnek, ami... hát nem tudom. Azért ezt a szintet már azért megléptük párszor, nem? És, ja. Egyébként nem gond szerintem az, hogy kritikusan állunk a dolgokhoz, mert talán az mozdítja előre a világot. Mert hogyha nem így állnánk a dolgokhoz, akkor minden úgy maradna, mint például 200 éve, nem? Mert akkor nem lenne fejlődés. És nem csak játéképére gondolok, hanem akár közlekedésre, iparra, bármi. Ja, ezek a vizek egész jól néznek ki, és most már van fizikája a víznek. A talajnak nincs is, mert ugye tök beharangozták, ugye az előző videómban is olvastuk, hogy van talajdeformáció. Hát, spoiler alert, nem lesz talajdeformáció ebben a videóban, tehát nem fogjuk felfedezni. Pedig, hogyha akkora nagy feature, és tényleg belerakták, és kiírták, hogy ez benne lesz, akkor miért nem mutatnak róla egy darab rohadt snittet se? Ja, és egyébként lesz valami, ez egyébként egy map. Ez valami észak-amerikai map. És lesz itt például egy kompat, amit elvileg lehet használni. Az tök jó, annak örülök. Ja, csuda jó. Az jó, meg egyébként tök jól néz ki a víz. Mondom, egy kicsit ilyen koszosabbnak tűnik, ilyen reálisabbnak tűnik. Csomószor nekem van egy ilyen vibe-om, ilyen Red Dead Redemption vibe-om, nem? Ugye lehet, hogy ez a rengeteg köd, meg lehet ez a vízfelület, de valahogy van egy olyan vibe-om, és az mondjuk jót jelent, mivel az egy játék, az jól néz ki. Jó, ez a víz sem néz ki rosszul, valószínűleg olyan statikus, mint az állat, de hát oké. Okay. Igen, a fizikája lesz a víznek, hogyha belelépsz, beleugrasz, belemész géppel, akkor már így fog fodrozódni, de hát ez a szint is nem annyira
True Wife, nem most kellett volna ezt meglépniük. Na igen, itt megyünk a traktorral. Nézzük, hogy mi van. Én nem látok nagyon nagy különbséget, és ez, én nekem ez szavaró, hogy nagyon szépek ezek a fényeffektek, meg ezek a köreffektek, de így, amikor így megnézed például ezt a képet, ezt a, nem tudod eldönteni, hogy ez Farming Simulator 25, vagy pedig Farming Simulator 22, nem srácok? Ebből nem tudom eldönteni. Ebből nem, egyáltalán nem látszik. Ebből se, nem látszik. Nem látszik szemnek. Szemnek látszik? Ti szemnek látjátok, gyerekek? Hogy egyáltalán nem. Nem? Srácok. Miben látjuk a különbséget? Én egyszerűen nem tudok semmit felfedezni, de talán komolyan semmit itt. Ez tényleg olyan, mintha megpecselték volna egy ilyen grafikus móddal ezt a 22-t, azt akkor jó világ van, meg persze beadták a rizst. És én... Egyébként közben megfejtettem, mert játszogatok ugye SnowRunnerre, hogy miért tűnnek ezek a járművek folyamatosan műanyagnak. Mert amikor használod őket, használhatod te 200 órát, akkor se fognak egyáltalán kopni, hanem mindig ilyen nagyon csillivillik, esetleg rakódik rájuk sár, amit később lemoshatsz, de az a sár is annyira műanyagnak látszik. Miért nem tudják azt megcsinálni, hogy lenne egy kettő véglet, hogy ilyen nagyon kopottas textúra, meg ugye lenne a zsírúj textúra, és ahogy folyamatosan használod, akkor folyamatosan menne át egyik a másikba. A SnowRunnerben azért tűnnek annyira élethűnek azok a gépek, mert az éleken, tudjátok, a motorházon végig, a sárvédők élein kezd kopni a festék, mert kopik, és az tök jól néz ki, kezd mattosulni valahol, lekarcolja az ág, vagy akármi, és egyébként azoktól félek, hogy ez nem csak annak köszönhető, mert nem tudják megvalósítani, mert csak meg tudnák valósítani ennyire, mert ugyanúgy, ugye amikor koszosodik, akkor változik a textúra rajt, ez ugyanúgy megváltozhatna az a textúra olyan mértékben is, hogy kopik a jármű, és ez folyamatosan, és az konstans maradna, tehát azt nem tudnád azt megcsinálni, hogy azt lemosod, hanem az folyamatosan így kopna, és tök jól néznének ki, amikor mondjuk tudnád valahogy, mégis, még jobb is lenne, mert így hozzám kötődne az a gép, amit tudnám, hogy azt még a legelején vettem, amikor elkezdtem mondjuk játszani a játékkal, és azért nem adom el, mert olyan rusztikus kopott, hogy olyan sokáig velem volt, és hozzánőtt a szívemhez. Nem az lenne, hogy mindig úgy érzékelem, hogy az egy új gép, hogy az csak egy tárgy, egy műanyag darab ott, és akkor azt használom, hanem ezek a kopások, ezek így hozzád kötnék a gépet, és ők tök jó lenne, nem? Érted, hogy mire gondolok? Az olyan, mint a valóságban folyamatosan zsírújnak néznének ki az összes NPC-t. Nem lennének hitelesek egyáltalán. Na, de megyünk tovább, túl sokat dubálok erről. De szerintem itt van ebben például a megoldás, hogy miért néznek ki olyan műanyagnak. Mert oké, hogy újnak néz ki, de az újnak néz ki, az körülbelül kellene neki újnak kinéznie két hónapig. Meg kéne jelenni egy csomó mindennek rajt, nem csak az, hogy a sár így ilyen foltokban rajt van, hanem porosodik, a teteje tiszta por, a sárvédőkön áll a por aratáskor, tudjátok, egy csomó minden, annyi potenciál lenne a játékban, és ilyen pici dolgokon múlna az, hogy élethű egy játék, vagy nem élethű egy játék, szerintem. Na, szuper. És akkor megérkeztünk itt a rizstermeléshez, itt arról beszél a kettő csóka, hogy működik, ugye üvegházba kell először így megtermelni a palántákat, idézőjeles palántákat, ugye először őt kell növesztened, és akkor amikor, mert ugye ez úgy működik a rizstermesztés, hogy így, itt el van vetve a rizs, utána, mikor megnő, akkor a palántákat, mint a paprikát tudod, ki kell ültetni, ugye, és ez így működik. Na egyébként kíváncsi vagyok, hogy észrevettétek-e, lehet-e ilyen ivós versenyt rendezni, hogy mikor láttatok talajdeformációt a játékba, vagy ebben a videóba, megsugom, mert olyan szíjózanok lennétek, nem kéne inni senkinek, mert egy darab sem. Egyébként ilyen raklapokra kerül utána a cucc, és akkor utána ezeket tudod betölteni az ültetőgépbe. Látjátok, csodálatos. Nagyon jó.
és itt van az elárasztott mező, és a kettő csóka, aki ugye beszélt közbe, ugye az egyik az community koordinátor volt, a másik pedig a HR-es fickó. Az egyik mondja a másiknak itt, halál komolyan, hogy milyen jó meg van csinálva, milyen jó animáció, ahogy bekerülnek abból onnan a raklapról a gépbe a cuccok. És nézzétek a halál jó animációt, figyeld. Hoppá, oda nézzé. Nagyon jó animáció lesz. Brutál. Dick. Nincs animáció, hanem csak áttűnik. Semmi. Nincs animáció. És erről ezt mondják szó szerint, hogy de jó, milyen jó animáció. Nézzétek meg egyébként az eredetit. És az a durva, hogy pont néztem, vagyis hallgattam egy magyar másik videóst, aki értékelte ezt, és ő is pont ugyanezt mondta. Hogy az jól néz ki. Ebben mi nézett ki jól? Ez nulla animációval megoldották. Én értem, hogy nem lehet megcsinálni, meg hülyén néznek ki, ha átlebegne is, de akkor legalább nem mondjuk olyan hőzöngeket, hogy jaj, de jó animáció. Na, itt azért, itt bíztam benne, hogy meg fogom látni a brutális talajdeformációt, de ugye nincs, gyerekek. Ekkora vízbe áll, gondolom valamilyen szinten lehetne elsüllyednie, vagy akármi, mármint nem a vízbe, hanem ugye a sárba is, hát nincs egyébként. Igen, ott egyébként látod, hogy árasztjuk el, van ott egy szivattyúkör, mert tök jól néz ki. Nem tudom. Nem vagyok meggyőzve, ugye, és az a gép az ülteti el ezeket a rizs palántákat, idézőjeles palántákat, és utána ugye le tudod aratni, akkor már ilyen növény lesz belőle. Ott jobb oldalt ugye mutatja is, hogy igen, szójababnak nevezi a rizst, gondolom. Jó, egyébként ez még változni fog, de hát oké. Okay. Ja, bocs, hogy ilyen a kép, de ugye ez egy stream volt, ráadásul még én összevágtam meg minden. Nézzétek meg az eredetit, hogyha eredeti formában akarjátok látni. Így néz ki egyébként ez az eszköz, amivel ugye tudod aratni, de az a vicc, hogy azt hogy akármilyen kombájnnal is tudod aratni, ami nem tudom, hogy mennyire hiteles, de igen, az akármilyen kombájnnal is tudod aratni. Normál ízeivel, vágóasztallal adjál neki, aztán csapathatod. Tényleg azt nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Nem tudom, mennyire hiteles ez a dolog. Ja, és egyébként van GPS. Most már ott jobb oldalt látni. Micsoda jó dolog, mi? Wow. Ja, hát ez a gép valószínűleg ez egy hiteles, ez egy valós ilyen rizs arató. Tök jó meg van csinálva, látjátok, hogy hol viszi végig a növényt. Tök jó, ez jól néz ki. Viszont behozhatod a te baromi nagy bőm kombájnodat, és lecsaphatod kettő fordulóval az egészet, hogyha unod a... Ez én nem tudom, hogy a rizst lehet így aratni. Valaki majd mondja meg, hogy ezt így szokták itt csapatni. Ja, itt ugye már nincsen víz, mert ugye csak a növekedési stádiumba kell neki majd. Ja. És körülbelül ennyi volt, ennyiről szólt ez az egész. Itt már is neki írta, ennyi volt. Hát, ja, érdemes megnézni a kommenteket, komment szekciót, ott is vannak érdekes dolgok. Ugye keresik, mármint hogy a traktor fizikáról beszélnek. Ja, és itt kiemelik ők is, hogy Rizsnek a betöltése, milyen cool animáció, azt közben nincs animáció. Úgyhogy vannak itt ilyen negatív kommentek, érdemes átolvasni őket. Többen is nehezményezik, hogy hol van itt ugye, hol van itt a dinamikus föld. Ezt csomóan kérdezik, ugyan válasz az nincs rá. A videóban sem volt, nem mondom azt, hogy nem lesz, de nekem gyanús, hogy kiadnak egy ilyen gameplay videós sorozatot, és egy ilyen összevágott videót, amiről ugye egy diskurzust folytatnak, és nincsen benne az a feature, amelyiket szerintem leginkább várják az emberek, mert a fizika azért nem ártana. Csak az a baj egy ilyen grafikus motorral szerintem, amit használnak ők, ez a Giant Engine 10, hogy még a grafikával így lehet kicsit trükközni, hogy elmossuk a csúnya dolgokat, fényárnyék és köreffektekkel, de hát a fizikával azért ott nehéz szerintem olyan dolgokat művelni,
ami ilyen drasztikus változást idézne elő. Én nagyon félek attól, hogyha lesz ebbe olyan, hogy a Föld deformálódik, akkor ez egyféleképpen tudják megcsinálni, mert annyira statikus és annyira merev ez az engine, hogy azt úgy tudják majd megcsinálni, hogy mint a keréknyom, hogy ahogy mész, konkrétan a kerék alatt nem csak egy sima keréknyom lesz, hanem oda így skriptelődik egy ilyen nyomvájú, ami idővel pedig eltűnik. Úgyhogy ennyi, én lemerem fogadni ide a röstes bököt, hogy ezt fogják csinálni, mert nem tudnak, ez egy olyan merev, annyira nem ilyen fizikára épülő engine, hogy ezt tudják csinálni, hogy fogják, leszkriptelik, hogy ahogy mész a géppel, nem keréknyomot húzol, hanem oda húzol egy ilyen nyomvájút, ami gyakorlatilag elképzelhető, hogy csak kizárólag grafikailag fog megjelenni, tehát hogy nem is fogsz tudni így belemenni másik járművel, és nem lesz hatása a traktorokra, hanem csak oda lesz egy ilyen vizuális dolog, mint hogyha ott lenne egy ilyen nyombajú. Én ide a rozsdás bököt, hogy annyit tudnak ebből kihozni ebből a motorból. Hát ebben a motorból nem tudnak kihozni olyan hasonlót például, mint a SnowRunner-ben vagy a Spin Tires-ben. Na jó, hosszú lett ez a videó, bocs érte. Köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok a véleményekre. Bocs, hogy lefikáztam, és most te meg azt gondolod, hogy jaj, hát ez pedig csodálatos játék, de szerintem azért ne csak álljunk hozzá kritikusan a dolgokhoz, ne csak egy ilyen olyan felszopást csináljunk, mint ahogy mit ez a kettő csávó csinált. Nyilván a saját játékukról van szó, lehet érteni, de mint videósok is, hogyha videóztok, vagy nézitek ezt a videót, álljunk hozzá már kritikusan, tényleg a saját véleményeteket mondjátok el róla, hogy azért basszus, hát ez nem fasza. Na, köszi szépen, ciao.